A látványterveken is jól látszik, hogy egy modern és korszerű, de mégis zöldövezetben kialakított bölcsődét fognak építeni Nyírszőlősön. A jelenleg még üresen álló telken tartott sajtótájékoztatót az épülő intézményről dr. Kovács Ferenc polgármester és Jászai Menyhért alpolgármester, valamint Petró Árpád a Nyírvévi ügyvezetője. A Városüzemeltetési Társaság lesz a kivitelező, a későbbiekben pedig a bölcsőde üzemeltetője. A feladat egyértelmű számunkra, Nyírszőlős városrész területén élő 0 és 3 év közötti gyerekekkel rendelkező szülőknek a család és munkahely támogató tevékenységét kell folytatnunk. Ez a bölcsőde minden bizonnyal eleget tesz ennek az elvárásnak, és úgy gondolom a Nyírvévi és a feladat magaslatán lesz a tekintetben. Nyírszőlős központja viszonylag távol, 10 kilométerre helyezkedik el Nyíregyháza központjától, ezért is van már évek óta igény a bölcsődére. A település részen közel 5000 ember él, és az utcában működő óvoda is teltházas. Nagyon sok a fiatal család, és a fiatal betelepülő, vagy a képen itt marad, és itt alakít családot, és ez a háttérbázisi alap, és ezt teremtette meg az igény. Nagyon régen, ez egy több mint 10 éves terv, hogy itt az óvoda tőszomszédságában a kisebb gyerekekre gondolva egy bölcsőre indokolt lenne. És hát 2019-ben kezdtük el ezt a közös munkát a Nyírvével és a városházi munkatársakkal, kollégákkal, és hát így most megkötöttük a szerződést, valóságá válik, remélhetőleg 2022 őszén ez megnyílt, ez a bölcsőde. Az új intézmény nem csak a kisgyermekes családokat segít, ide egy munkahelyteremtő beruházást is jelent. A technikai személyzettel együtt összesen 12 főnek biztosít majd munkát a nyírszőlősi bölcsőde. A város vezetés kiemelt programja évek óta a gyerekek nevelését biztosító intézmények korszerűsítése. A önkormányzati 9 bölcsőde mint felújításra kerül, plusz 24 férőhelyet is jelentett ez. Az összes 34 óvodát felújítottuk, ott is bővítettük, építettünk a kórház területén egy újabb óvodát, most pedig bölcsődéket építünk. Itt Nyírszőlőbe szemben az óvodával, amit ugye korábban felújítottunk az iskolával, épül egy kétcsoportos 24 gyereket fogadni képesülő, novemberben elkészülő új bölcsőde, és a Honvéd utcán is folyamatban a közbeszerzés. Visszavettük a civil szervezettől azt a bölcsődét, felújítjuk és plusz egy csoporttal bővítjük. A beruházás tervezett befejezése 2022. november 30-a. A projekt 100%-os támogatottság mellett összesen 198 millió forintból valósul meg. Nyírszőlősön az elmúlt időszakban átadtak egy sportparkot, jelenleg építik a Szamos utcát, és hamarosan elkezdődik a bölcsőde kialakítása is.